look great when you got a shine. One more part of you is gone now, as you keep smiling at the crowd. Pressure is your best enemy, spotlight strong what I wanna see. Sometimes it feels like you're under attack, you just can't break free. I'll be there when you down, when you're losing your crown. It all sounded like a dream. Remember how you kept on laughing? Now you're trapped in your own skin. The anxiety is growing as the lights begin to shine. What if this time you totally fade? You wanted out the truth. I'll be there when you down. So that was the end of the afterglow. Sorry, Nabo. Sok szalonnával. Na hát, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a fantasztikus péntek estén, amikor is meg fogjuk nézni, hogy vajon az Expeditions a Mudrunner Game, az vajon a SnowRunnernek a folytatása, avagy valami egészen más. De először is nagyon nagy szeretettel szeretném köszönteni. Rexet, igen, lesz adás, mint látod. Szia Korran, szia Timi, Cerom, Karcsesz, Jújú. Igen, nem festem még a hajamat, még. Még nem. Szia Gyubi, és Korran, és Palcsi, és Hundel, és Kályhás, és mindjárt megfulladok. Szia Petyus. Mindjárt viszok egy korcs vizet, úgyhogy ja, mindjárt meg fogjuk nézni ezt a játékot. A tutoriát megcsináltam, de kitöröltem a mentést, úgyhogy együtt fogjuk megnézni azért. Semmi más nem tudok a játékról személyes élménybe. Ellenben nézegettem máshol, hogy mégis mire lehet úgy nagyjából számítani. De erről majd később szóval. Kinek hogy telt a hete? Ez jól esett. Szóval kinek hogy telt a hete? Remélem, hogy mindenkivel minden a legnagyobb rendben. Van végre a hétvége. Erről nem beszélek. Ne beszélj. Amúgy se vagy szószátjár, de igen. Mondjuk azt tudom, hogy veled mi történt. Melóval is sok kilométerrel. Hát...
Hát igen, igen. Itt most egy kicsit csillasabb volt a dolog. Annyi update van a maketezéssel kapcsolatban, mert ugye felmerült, hogy bizony-bizony, ma volt itt egy ismerősöm, aki horgászbot gyártással foglalkozik, és azért hát látott már egy-más festéket, lakkot, stb. Megnézte a rendelkezésemre álló festékek garmadáját, és hát azt tapasztaltuk szomorúan, hogy míg az egyikből valahogy ki lehetett hozni valamit, az egyik színből, mondjuk a sárgából, de a jótól az is nagyon távol állt, addig ugyanolyan égítással a piros színű festék az nem, hogy nem jó, hanem nagyon rossz. Tehát, hogy hagyjuk. Úgyhogy a megoldás az, hogy a teljes festékkészletemet, amit nagy gonddal összevásárolgattam itt, Petyus meg mindenkinek a segítségével, azt szépen elteszem a fiókba, és talán valamikor egyszer valami jó lesz. Lehet, hogy ha én leszek a következő Bob Ross, akkor majd előveszünk, de hogy azzal a makettet nem fogunk festeni, az biztos. Úgyhogy kis türelmet mindenkitől, megpróbálom összeszedni a tutit, amivel nem nyúlunk mellé, és akkor onnantól kezdve valahogy befejezzük ezt a Volvót, most meg akarok tőle szabadulni, de megmondtam, hogy addig nem kezdek bele egy jobb maketbe, amíg ez valamilyen formát nem ölt. Ja, úgyhogy, na, de nézzük. Nézzük, hogy milyen a játék. Meg fogjuk tekinteni itt a dolgokat. Mit adok el? Mi? Miért? Mit adok el? Úgy megszabadulni, hogy én, ha valamibe belekezdek, azt szeretem befejezni. Ha erő fölött, akkor erő fölött. És igazából bosszant, hogy ugye nem fejeztem be, holott annyi energiát, időt elpazaroltam rá, és gyakorlatilag egy olyan dolog miatt, ami nem rajtam múlik, olyan dolog miatt szab az egésznek gátat, meg akartam a lehetőségekhez képest jól csinálni, és ez itt így ül a vállamon, mint egy teher, hogy ezzel abszolút kudarcot vallottam, hiszen nem sikerült megcsinálni, amit megcsináltam, az is rossz lett rajta, és jelenleg most a fél kamion az itt van ugyanolyan szürkén, mint ahogy pár hónappal ezelőtt felmerült az ötlet, hogy belépünk a csetre, és széját rolkodjuk. Ha, teljesen jó, teljesen jó. Úgyhogy, ja, na, de nézzük a játékot. Ezt megpróbálom itt elindítani. Szia, Padams! Lett volna egy olyan opció, hogy 21.9-ben játszom a játékot, kormánnyal, stb.-vel, de ezt inkább elvetettem. Egyelőre most billentyűzettel fogjuk megnézni. Remélem, hogy... Mennyire hangos a zene? Arról kérek egy visszajelzést. Egyelőre jó, oké. Amikor először elindítottam, akkor 100% hangerőn üvöltött a játék. De ilyen brutálisan. Brutálisan. Szia, Tejci. Ne trollkodj. Na, lássuk. Mint láttátok, a multiplayer az coming soon. Azaz, hogy majd egyszer jön. Hát, Tejci, kellene egy másik hallgató. Na, hát íme a játék. Igen, basic izé, W, space, AD, W. Na, és hát akkor gyakorlatilag íme a
Hát igen, ezt meg kellene fordítani, de ezt már egyszer már megfordítottam. Nem? Talán így jó lesz. Szóval, a játék egyébként nem csúnya. Igazából. Ugye látjátok, hogy átalakult a HUD. A motor hang az mennyire hangos? Igen, akartam is mondani, Tejci, hogy hangfalon ülni nem olyan. Jó, oké. Akkor rendben van. Na, íme itt az első pont. És akkor követni kell a pöttyöket, foltokat. A játék maximális grafikán van, tehát ennyit tud. Van ugye térképünk egyébként. A kezdő, ugye itt van az első. Ez itt nagyjából olyan, mint a SnowRunner-ben. Van természetesen belső nézet is. Úgy, ahogy eddig. És ezt továbbra se fogjuk használni, mert nem túl kellemes. Engedélyezzük a négy kerék meghajtást, ugye ez több Chitodifi zár, amit most ugye nem lehet bekapcsolni, csak ha lóba megyünk, de ezt egyelőre. Egy picit földhöz ragadtabb a fizikája, tehát nem pattogok annyira szerintem így érzetre. Ugye bekapcsoltuk a diffizárat. A tegnapi művem, azt mondtam, hogy azt nem. Igen, és akkor elméletileg ugye ez egy 6 fős inventorival rendelkezik. Itt látjátok, hogy mi van nálam alapvetően. Ugye két kerék, javítópak, 30 liter üzemanyag és még 140 liter a tankban. És akkor különböző ilyen zónákban vannak javítócuccok, kerekek, üzemanyag, illetve valami, amit esetleg el kell vinni. Hát most beraktuk magunknak, tehát innentől kezdve igen, és itt egy újdonság, ami szerintem egy jó, nagyon jó dolog, hogy amennyiben ugye a terület megkívánja, a terepviszony, tudunk engedni a keréknyomásból egy kicsit. Vagy nagyon. Ilyenkor többet fogyaszt az autó, és sérülékenyebb a gumi, vagyis a felni. De sokkal jobb a tapadás.
Szia Sándor, hello, hello. Szóval alapvetően ez egy nagyon-nagyon jó feature, és nem értem, hogy a SnowRunnerbe miért nem került be. Hiszen nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy elpattogtunk a különböző sziklákon, stb. Amit itt ugye teljesen, és nézzétek meg, hogy tök jó, teljesen le van engedve. Látjátok? Hát azért elég jól megcsinálták. Vagy hát úgy nagyjából jól. Igen. Na, és akkor itt van, hogy így tudunk javítani, vagy újra tankolni. Tehát ugye mindig, ami ki van választva, azt... azt tudjuk hát javítani, vagy ugye újra tankolni. Tehát ez egy kicsit jobb lett. Tudom én, javítsuk meg ezt. Ja. És akkor itt a célállomás. Hoppá, és látjátok, ha túl nagy sebességgel alacsony keréknyomásra megyünk, akkor bizony sérül a kerék. Jó. És akkor leszállítottuk. Ez volt az első küldetés. Na innentől teljesen új a dolog, úgyhogy ideig jutottam el, több egy ére is. Na, Little Colorado, ez az első helyszínünk. Látjátok, hogy ezen kívül még van Arizona és Kárpátok. Úgyhogy nézzük. Itt van ugye a kódex, hogy mit, hogy kell benne csinálni. De majd rájövünk. És akkor itt van az első expedíció. Ez... prepayment, 1500-at ad, sideboard cucc kell, illetve egy emelő. Igen. Ja. És akkor tegyünk be egy autót. Nekem a legnagyobb csomag van most jelenleg meg. Ugye itt van, hogy vagy ez, vagy ez, vagy ez a, tehát ez a három jármű jelöli is, hogy ugye ezen van plató. Ugye ez egy Step 3 nevezetű, hát ugye jogok továbbra sincsenek meg, úgyhogy sajnos ezzel számolni kell. Van ugye ez a kis tuz, amivel az előbb mentünk, és van egy kisebb tuz, amivel SE, az nem tudom, hogy micsoda. Valószínű, hogy a ennek a kiadásnak, ennek a nagyon jó kiadásnak a az autói. Ja, ez a három és ez. Ezeket azzal kaptuk. Valószínűleg. Mondjuk, hogy e között meg, aha, egy kicsit ez jobb. Kargó. Hogy lehet ezt? Bármit csinálni vele. És akkor itt van a Truck Store. Ugye ilyen járművek vannak jelenleg a játékban. Ez egy Don. Ez is egy Don. Egy Lodestar. Másik Lodestar. A tuz. Túzok. Ez valami nagyobb jármű. Érdekes, hogy itt elől van kettő, és hátul egy kerék. Érdekes koncepció. Szerintem inkább mászásra van, de a fene tudja. Egy jó kis ANK. Ez valami páncélozott páncélautó. Egy Marshall. Egy... gondolom, nem kell magyarázni. Egy bandita. Egy Tatra. Nagyobb Tatra. Még egy tuz. És hát egy ilyen
futurisztikus jármű. Na. Igazából úgy látom, hogy kargó. Jó, és akkor miért nem tudom én ezt... Én ezt szeretném használni. Tudom én ezt használni? Tudom addolni? Tudom. Aha, így lehet. Short flatbed. Short sideboard. Sideboardot írt. Ó, azért itt lesznek komoly bukókeretek. Na most úgy látom, hogy túl sok mindent nem... Hát ez akkor nem kell. Egy ilyen tetőbigyó. Stock bumper. Ó, azért itt vannak. Ó, körlős. Jó, felnik. Hát ez úgy látom, hogy megint csak szépség oltárán. Ah, itt viszont vannak gumik. Offroados gumi. És sima gumi. Szerintem ezt vegyük meg. Megvettük. Extended winch. Hát ez azért drága, úgyhogy azt nem bántjuk. Snorkel, az jó úgy. Hát ez tok. Váltó minden zárva, motor minden zárva. Jó. Jó, és akkor ebből ugye ezt kell rátenni. Oké. Elvileg már jármű alkalmas, és inventory-ba azt mondja, hogy ezt tegyük be, tehát meg kell vásárolni így előre. Mint látjátok, az inventory-ba különböző cuccokat lehet betenni. Hát ez a három nem tudom, hogy micsoda, ez valami ilyen rögzítő pont, hogy ugye viccelési pont nem nagyon van a játékban, ahogy én néztem, tehát saját magadnak kell vincselési pontokat letenni, illetve, szia Gabó, hogyha mondjuk leteszed egy vincselési pontot, akkor egy egészen meredek sziklafalon is le tudsz ereszkedni. Vissza már nyilván nem mész, de ja. Úgyhogy itt vannak a különböző cuccok, hát üzemanyag, alkatrész, stb. Stb. Egyelőre csináljuk azt, amit a játék mond, nem tudom, vigyünk magunkkal, még valamit szerintetek? Vagy elég ez egyenlőre aztán? Mennyit tudnánk eladni? El is adta? Jó, hogy megkérdezted, haver! Amúgy. Ott amúgy eddig rákérdezett, hogy eladsz-e valamit, nem? Na mindegy, jó? Oké. Mi az a Bolton Fenders kit? Light Bolt Fenders. De ez... Ez micsoda? Ez. És vannak ilyen slotok. Na jó van. Akkor ez semmi. Steel slots. Ide tudunk a magára az autóra még plusz cuccokat feltenni. Figyeljetek, egy kis üzemanyag nem áthat. Meg van biztos, amit tuti, vigyünk egy pótkereket. Jó? Majd óvatosan megyünk és javítani majd nem kell. Oké. Select. Back.
Jó. Plusz. És itt vannak ilyen specialisták, akik gyakorlatilag ilyen operátorok, akik majd irányítanak, ha jól értettem. De egyelőre nem tudom. Minden esetre most a bácsit hozzáadjuk. Ja. Szia, Szotyi, hello, hello. Jó, és akkor... Deploy. Na, start expedíció. Lássuk hát. Na. Itt lehet valamit trédelni rögtön. Aha. Tehát ha van base modulodba cucc, akkor tudsz betenni. És innen, ide, ilyenkor a sideboardban nem lehet betenni semmit. Jó. És a store-ból szintén nincsen semmink. Mondjuk eleve feltankolunk. Jó, minden más az van. Tehát most jó sok üzemanyagunk lett. Ez elvileg ingyen volt. Akkor meg lehet felesleges volt vásárolni. Mindegy. Na. Open the minimap, lássuk. Na, itt a minimap, és akkor ide kell jönni erre a pontra. Mert ez nagyon jó. Use Echo Sounder Determinate. Ja, ez még, hát ez még indik. Igen, és akkor itt van a távcső, drón, winch, vagy pedig... Trade, és akkor ezt kell elvinnünk. Mi? Radio communication set equipment necessary to carry communication via radio waves. Container is not empty.
Hát ez jól kezdődik. Lehet, hogy a slotok miatt, amit bepakoltam, hát akkor annyit előről kezdjük. Akkor tényleg csak azt csináljuk, amit a játék mond. Nem lesz egy hosszú stream? Azt mondod, Parko? Aha, jó. A sideboardomba van cucc, úgyhogy elrontottuk. Ide? Csak kellene, kellemen. Mi a helyzet? Mi a tészta? Olyan, mint a, de milyen? De most figyeljünk már. Azt nem lehet visszamenni a... Mi van? Szia, Horváth! Hello! Üdvözöllek! Miért nem lehet előről kezdeni a küldetést? Jó. Horváth, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 bitet. Apa kezdődik, ki kell pakolni a spare parts-ot és a pótkereket. Igen, igen, igen. És ezt most még egyszer. Nem tudtam újra kezdeni a küldetést. Nos, amikor mondtam, hogy vannak problémák a játékkal, akkor ilyenekre gondoltam. Így elsőre. Minden szuper, alakul az autó, hogy mondhatnám azt, hogy egyre faszább. Nálunk köszönöm szépen, minden rendben van. Igazából. Megy a kamionozás, most megnézem éppen ezt a fantasztikus játékot, de tegyél inkább azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok túl elégedett. Az volna a kérdésem, hogyha én mondjuk nyomok egy
Nyomok egy... Most nektek így nincs hangja, ugye? Igen, így nincs. Az... az baj. Így viszont van, ugye? Van. Aha, hogy nem. A modemnek a system hangerőt egy kicsit lehalkítom, mert nekem hangos. Nagyon a fülemen a cucc. Jó, igen, elbetű. Úristen, gyerekek. Végig kell csinálni. Vicious SnowRunner, mert az a baj, kelemen, hogy jöttél volna inkább RPM-re. Lehet az kellett volna, Palcsi. Lehet az kellett volna. Az a baj kelemen, hogy ezt a SnowRunner készítői csinálták. Tehát ez a SnowRunner folytatásának, vagy hát ilyen, ugye ez már egy 4 éves játék, és akkor gyakorlatilag most kiadtak egy újat, valami mást, de igazából meg nem másabb, vagy hát többnek semmiképp. Az én meglátásom az jelenleg, hogy ez nagyon más, de ez nagyon kevés. Adtak egy új térképet, Tripra AR-on. Egyébként, hogyha a linkre kattintotok, ami ki van pinálva fentre, akkor láthatjátok, hogy mennyibe kerülnek a különböző kiadások. Egyébként előrendelőiben már mai naptól lehet játszani. Amúgy pedig 5-én fog megjelenni ez a fantasztikus játék. Hivatalosan. Most, hogy ez mennyire tripla ár, azt hagyjuk, de én azt mondom, hogy ez nagyon. Tehát ilyen és ehhez hasonló pici butaságokkal engem az a lelkesedéssel meggyőztél. Tehát nem az csak, tehát emlékezzetek vissza, hogy azért a SnowRunner mennyire egy kiforrott játék most már. Ugye idén 4 éves, és lesz season 4 egyébként, szóval nem kell aggódni, foglalkoznak tovább a játékkal. Nekem nagyon az az érzésem, hogy itt valaki valamit nagyon csúnyán benézett, mert ha most ugye megjelent nemrég a Skull and Bones, és mindenki szétrendelte, hogy hát mennyire nagyon kevés a tartalom benne, stb. Akkor ez... Jó. Akkor még egyszer, azt fogjuk csinálni, amit a játék mond, jó? Ez nagyon fontos. Close. Little Colorado, igen. Jó, köszönjük, igen. Select. Járművet kérek, hagyja békén. Itt a járművem, az én járművemet akarom használni, ezt a komolyabb járművet. És akkor nem teszünk bele semmit. Hozzáadoljuk, azt mondjuk, hogy ezt kérjük, azt mondjuk, hogy gumiba van jobb. Igen, mert ez van most alapból, ez meg sokkal jobb, ezt megvesszük bele. Vincset nem vesszük meg a komolyabb, a snorkel nem kell, váltó minden ugyanaz volt benne. Oké, egyébként még lehet hozzá mindenféle ilyen varázslatos festést. Azért ezt itt érzitek, hogy... A festésből sok van. Hogy ez így, ezt így nem lehetett volna elegánsabban, vagy nem tudom. Közben nem lehet forgatni, ja? Billentyűzette, ha? Aha.
Azért játszok Disney Dreamlight, nekem való full Disney, nem kaptam semmit, nincs ennyi. Én sem vártam ettől a játéktól sokat, és nem az a baj, hogy nem ad sokat, mondjuk ez a, na menjünk egy ilyennel, ez mondjuk jó. Na, apply, igen. Ó, mindenféle. Ez megvan a játékban, ez működik. Nagyon jó. Oké. Inventory. Ide kérünk egy ilyet. De most kérjük is? Kérjük, mert ugye mutatja felkiáltó jelleg a játék. És azt mondja, hogy select. Nem? Erre select. Így van. Megvan a... Oké, hagyjál már békén. Addoljuk, bekeljük, ennyi. Így van. Oké. Hogy ezt nem kellett volna. Nem viszünk még üzemanyagot se. Jó. Na, oké. Megoldjuk. Úgyhogy egyelőre még keresem a lelkesedést a játékkal kapcsolatban, mert picit elvesztettem. És nem lehet azt mondani, hogy esetleg valaki egy picit ügyetlenebb a játékkal kapcsolatban. De most csináltam meg. Tök jó. De ez benne volt ugye már a SnowRunner-ben is. Azért amúgy komoly tutoriánon elhasalok. Ja? Igen. Egy hely kellett volna. Szomorú vagyok. Na, elkészültünk. Ez jó. Aha. Akkor menjünk drónozni. Miért villog? Nem bír fentebb nézni a drón? Az jó. Meddig tudunk eltávolodni? Nagyjából 80 méter. Itt már kitűl, hogy nem jó a jel. Aha, és ide hogy fogunk feljönni? Itt. Egyébként nagyon, tehát az irányítása tényleg drónos, mert most megyek jobbra, nyomom a balrát, még nem kezded el most. Értitek? Van egy kis drónos delay benne.
Aha, tehát tovább megyünk, itt körbe. Átmegyünk a sziklán, elmegyünk jobbra, fel a másikon, és ott leszünk. Nagyon jó. Ja, hogy mert onnan kell megvizitálni a helyet. Menj oda, ott vizitálj. Kicsit kékes a füst, ez normális? Mondanám, hogy dízelautód van, tudhatnád, hogy ez teljesen normális, de... jó... most jól láttam? Néma, gumifa. Szeretnék ilyen hajlékony lenni. Na, mindegy, ne ragadjunk le a részleteknél. Jaj, gyerekek, ez jó lesz. Itt vagyunk. Leállítjuk az autót, ne fogjon az üzemanyag. Na. Exit the drone and... Azért hogy nézzek meg körbe. Visszafele is működik. Jó, igen. Olyan jó lenne, ha legalább nem szakítana meg ezzel az egésszel. Ez kellett, vagy most mit akart? Mit csináljak? Install the radio station. Ja! Inventory. Rendben, Kelemen, szia-szia! Jó pihenést! Köszébe néztél! De most jöttünk onnan le! Ez mi?
Most jöttünk onnan le. Open the minimap. Aha. Ide ezt kell megnézni. Át kell oda nézni. De alapból csak a drónnak kellett volna oda menni először, utána kellett volna a járművel felmenni. Nem, Petyus, felmentem a drónnal. Vagy le kellett volna ott szállni? Jó, ezt adjuk meg akkor neki. Vannak cuccok. Ezt adjuk meg akkor neki. Én fölé repültem a drónnal. Várjál, megnézzük, hogy a drónnal le tudunk-e ilyen helyeken szállni. Hát, igazából nem. Még csak 100%-osra fedeztük fel a területet, amit még nem tudok, hogy miért. Innen nem tudunk mapot nyitni, ez még baromi idegesítő, pedig nincs cooldownja. Igen. Itt. Ezt itt fedezzem fel. Aha, hát akkor oda. Na, várjál, a drón látja a jelölést? Legalább látja. Aha. Ott egy airdrop. Kocs. 80 méter az 80 méter. Biztos, hogy ott a szikla mögött lesz. Nem. Megvan. Sikerült felfedezni. Jó. Go to next point. Recover and base and park track. Jó. Oké. Igen. Recovered-öltem. Pár küldőnél van, hogy többször vissza kell menni ugyanoda. Szia, Gyuri bácsi. Neked hogy tetszik a játék? Itt is van egy airdrop, ott is van egy airdrop, ott is van egy airdrop, ott is van egy airdrop. Egyébként. Jól, de kell leparkolni, értem. Na, de legalább ezt megállapítottuk.
Sivat. De ugye hogy jó játéknak találod, vagy nem? Mert eddig, amit én láttam belőle, érdekes. Határozottan érdekes. Kérem, szavazzátok meg, hogy melyik pályán folytassuk, merre fedezzük fel a csodálatos játékot. Itt is van nyitva. Egy darab a Kárpátokra, igen. Következő. Prológus. Ez egy scoutos küldi. Plusz egy a Kárpátokra, igen. Többiek, vagyunk itt 27-en. Legalább ennyit. Ennyi interakciót kérek szépen, tehát nem piszkálok senkit. Tudom, hogy csak chillelnétek péntek este, és néznétek, ahogy egy ember szenved a játékkal, meg a tereppel, meg mindennel. Addig elpöffeikelek. Kárpátok, 3. Négy. Öt. Ez akkor eldőlni látszik, hogy senki nem írja az Arizonát, vagy a Colorado-t, akkor oda megyünk. Na. Legalább még egyet. Valaki szavazzon. Gyuri bácsi, egyébként van kedved hangba bejönni? Tudunk beszélgetni a játékról. Amúgy. Ha volna ehhez kedved. Esetleg. Tebb a pálya így képre. Én nekem az az érzésem, hogy csak azt a pátyolosságot szedték le, ami így izé. Gyertél, Kárpátok. Jó, megyünk akkor a Kárpátokba, megnézzük a prológust. Most nekem van itt egy olyan kihívásom, hogy hozzon létre egy expedíciót, ahol minden szakember és teherautó hely meg van töltve a készletek kivételével. Most akkor ide elméletileg úgy fogunk csinálni, mert ide 4-et lehet hozni. Várjatok, annyit akarok még megnézni, hogy mi van akkor, ha az Arizonát nézzük. Ide is, de mindenhova, gyakorlatilag mindenhova ennyit lehet, 4 autót lehet bevinni ezek szerint. De még mindjárt megnézzük a kicsi Colorado-t. Itt most vannak több. Metal detektor kell hozzá. Heavy shipping. Jó, és akkor mondjuk ezt kiválaszt, ehhez is ugyanaz. Aha, jó, oké. Akkor... Kárpátok, prológus. Mindegyik autó játszik. Mindegyik autó játszik. Na.
Várjátok. Ez, nem kérünk specialistát. Ez legyen a túz. Feltöltünk most mindent. Szerintem ugye ezzel a koktóval fogok menni, mert ugye scoutot írt. Úgyhogy, de nekem az a kihívásom, hogy úgy kezdjek neki egy küldetésnek, hogy tele vagyunk. Kivétel ugye az inventory, tehát azt nem írta. Jó, és akkor koktó. Tó, addoljuk, megnézzük az inventory-t. Kell neki egy ilyen. Kell neki egy ilyen. Jó. Egyebet nem teszünk be, tanulva az előzőekből. Customizáljuk. Fellépők. Na most között a kettő között mi a különbség? Ez használt. Ez a stock, ez meg az emergency reserve. Ez is. L-es, M-es. Aha, jó, oké. Stock bumper. Pótkerék hely. 1000 ér. Metal detector free. Ezt kérjük. Tegyünk már rá valami durva izét. Armored. Meg akkor amúgy hátra is kellene valami brutál, de az a baj, hogy csak ezt adja oda. Pedig ezek lennének a jók, mindegy. Akkor a frontra rátettük, felni az marad. Inkább ezt nézzük. Aha, itt vannak jobb motorok. Power, erő. Aha, ez sokkal erősebb. Szerintem legyen ez. Arra vagyok egyébként kíváncsi, hogy azt mondom, hogy ez install, akkor ezt mennyire lehet eladni? Ugye 5000 volt. Visszakaptuk az árát? Jól láttam? 31500, megveszem újra. Install, eladom. Jó. 31750. Oké, okay. Hát akkor visszakapjuk az árát. Úgy, ahogy a SnowRunnerbe. High range. Rock. A lift kit. A stockhoz nem tudtam eladni a stock cuccot. De? De! Oho! Hát visszajön a lóvé. Nem sok, de... Na, itt vagy DC-n? Rendben. Szia, Gyuri bácsi. Szervusz. Beállítom a hangodat, szerintem ez így jó lesz. Igen, inkább visszhangosítok a játékon, és ott a Windows-on. Így. Mondj valamit, kérlek. Be vagyok kicsit rekedve, de próbálkozok. Na, az nem túl jó, de jó lesz így, csak be akarom állítani, mert rég beszéltünk, hogy vagy mi újság? Meg vagyok, köszönöm. Na, az király. Na és csinálom hogy azt, amit te tavaly. Felújítás. Na, idén is ki fog még nekem jutni belőle. Na, valami jó kis offroad gumit nézünk közben itt erre a... Mondjuk ezt, ez tetszik. Vélhetnék sárgumival, de az nem jó. Nem jó, a sárgumit ne használd. Szerintem is. Bár igen, mert ugye sárba. Mondjuk, tehát jó ugyanúgy rock off-road körülmények között, viszont excellent a izénél. Ja. Jó lesz ez a gumi, nekem, én bízok ebbe. Oké, okay, winch. Extended winch, akkor ezt megvesszük, alapot eladjuk,
És snore kell. Hát vajon az kell nekem? Extended. Kárpátok? Hát szerintem nem lesz most víz a pályán. Vagy ha lesz is, majd megoldjuk valahogy. Nem sok helyen van. Ki lehet kerülni. Na, ez akkor egy határozottan pozitív infója, és akkor így tudtam volna berakni a cuccokat. Oké, akkor ez így megvan. Megvan minden device. Jó? És akkor nézzük a... Igen. Egy ember. Még egy ember. Nincs több. Nem tudok harmadikat betenni. Hát, ha így azért elfogadja. Majd. Na jó van. Nézzük akkor. Start Expedition. Ja. Oké, hát... Szétállok a járművekkel. Ez valami nagyon gyenge amúgy. Ja, persze. Mondjuk, ha kikapcsolnám a... Mit lehet trédelni amúgy? Á, üzemanyagot például, tök jó. Igen. Akkor például így is lehet magaddal mondjuk plusz cuccokat idehozni. Vagy adott esetben... igen, és hát lehet mondjuk... lerakod ezeket a bázisokat is lehet lerakni. Uh-huh. Későbbiek folyamán. Jó. Miért nem tudok járművet váltani? Miért nincs kép? Uh-huh. Jó. Miért nem tudok járművet váltani? Há? Poktó. Ja, objects. Á, így. Jó, koktóval pedig elindulunk akkor. Na, jó van, megvagyunk. Ja, ide lehet ilyen modulokat építeni. Nincs. Igen. Mondjuk nem olcsó. Hát azt láttam, hogy... Hova kell menni? Oda. Hát akkor... Jól van, világítás. Hát Isten igazából... Ugye utak nem nagyon vannak. Hát azt sem. A bázis környékén egy kevés. Igen.
Ja, ja, és mennyit játszottál már a játékkal? Nem sokat. Te meg a nem sok játék, egy ilyen játékkal, az nekem számomra hihetetlen. Ez általában más szakértője szoktál lenni a dolgoknak. Ha. 7-8 órán van benne. Hát na, látod, az pont 7-8-al több, mint nekem. Hát 7-tel már egy órája szenvedünk itt. Na, ide jövünk. Itt most mit kell csinálni? Cross drive slow, igen. Menjek oda? De mi az a cross? Cross the drive saw. Jó, annyit megállunk, hogy... hogy kiengedjük a detektort. Hát itt nincs semmi. Körbenézünk azért. Hogy nagyon rossz ez a... ez a drónozás, ez egy eléggé... furcsa. Hát, miért nem állítod át nappalra? Hát nem, maga a drónozás furcsa. Most az, hogy sötét van, hát az igazából... nem látsz sokat. Ja. Mázd meg a hegyet. Jó. Bekapcsoljuk a négy kerék meghajtást, aztán megyünk. Köszi, Palcsi. Hát kíváncsi leszek rá, hogy... egyelőre nagyon idegenkedek tőle, de még az is lehet egyébként, hogy a végére mutat valami olyat, ami, ami érdekes. Ja, hogy ennyi? Ja nem, fel kell azért menni. Ez a kamerakezelés, ez nekem... Márjátok, volt itt egy... ez a Legacy kamera. Bekapcsoljuk. Jaj, ez még rosszabb. Mert ez így nem enged mozgatni. Akkor nem, nem mondtam semmit. Ez miért nem ultrán van, ahogy hagytam? Na, úgy. Hoppá. Na most azért erre hagyok itt időt. Árulja már el nekem valaki, hogy ez mi? Ez...
Nem találkoztam még ilyen. De hogy ez ilyen, Gyuri bácsi. Tehát, hogy amikor felállítod magadat a borult állapotból, akkor van egy kicsi kör, és akkor egy ilyen szellem autót így meg tudsz határozni, hogy odaállítsa fel. Na, megszakadta? Nem tudom. Ja. Szia, Gábor Tari. Konkrétan elment az áram, és a fő firelé kapcsoló kapcsolt le. Az olyankor kinti behatás? Valószínű. Igen, mert de hogy a... előfordulhat bent is. Ha valamiért mondjuk azt mondjuk, hogy a környékeden hirtelen nagy áramingadozás van, tehát uh-huh. valaki mondjuk, ahogy ki sokat fogyaszt, lekapcsolja, ugye akkor egy erősebb impulzus érheti a hálózat többi részét, és akkor firelé levághat. Valószínű, hogy ez történt, mert az összes kis megszakító, ami ugye helyiségenként van, az mind fel volt kapcsolva. Tehát, hogyha benti para lett volna, akkor ja. Arról nem beszélve, hogy a feleségem oda tévézik, meg én streamelek, és megy a gép, amit amúgy is... Ja tényleg, Rex, erről akartam beszélni, hogy mondtad, hogy a harmadik csapás az áramszünet lesz. Ja. Na. Ja, olyan jó, hogy most ez megszakadt, és majd töltetem le, és vághatom össze a két vodot. Na mindegy. Szóval, hol is jártunk az áramszünet előtti pillanatban? Tudom már. A játéknál. Vajon mit mentettel ebből az egészből? Érzitek, hogy ez nem biztos, hogy ez ma menni akar? Ezért nem streamelek. Látjátok? Pénteken nem akar streamelni a gép. Ja. Egyébként a hang jó, tehát nem recseg meg. Jó. Az ajszélés az úgy látom, hogy továbbra is jó. Úgyhogy elnézést mindenkitől, aki nézte, várta volna, hogy mi történik. Rajtam kívül álló okok. Ha véletlen előfordulna még egyszer valami probléma, akkor gyorsan tudjam abszolválni. De mindjárt meglátjuk, hogy milyen helyzet ezzel. Hát jó lenne, ha nem lenne több, igen. Valahogy úgy én is szeretném. De se sütő, semmi elektromos cucc nem ment. Folytatás. Oké. Hol tartottunk, Gyuri bácsi? Emlékszem, hogy ugye meg akartuk itt mászni a hegyet, és hogy ez amúgy mennyire furcsa, hogy... Hogy ez a visszaborító cucc, ez mennyire egy otromba, egy valami. Még szerencsére nem volt ilyen dolgom. Jó. Na, és akkor mit kell itt felvennem? Hát, amit föl tudsz venni ott. Ezért meg majd visszajövök? Hát legközelebb, ha arra jársz, akkor majd. Próbálok
Scrap metal, kvarc. Jó, a kvarcot itt hagyjuk. Híd. Itt vannak a járművek. Ja nem. Híd, modul, bridge, scouting area. Itt a hegymászó cucc. Jó, itt ennyi. Szia Balázs, hello, hello. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Elnézést a kis issue-ért. Sajnos. Sajnos az áram egy pillanatra megszakadt itt a hálózatba. És a hiba nem nálam volt. Legalábbis bízom benne. Mert csak annyit megnézünk, hogy aha, itt vannak ilyen sötét részek. Azt tudjuk akkor csinálni, hogy felküldjük a drónt. Neked hogy tetszik ez a drónozás egyébként benne? Nem rossz, én szeretem. Bár keveset használom, mert inkább oda megyek mindenhova. Aha. De hát muszáj ugye, néha. Igen. Mondjuk a izénél szerintem jobb a Watch Tower-nél. Hát én a pályának ugye 70%-át már bejártam ennek. Mondjuk nem tudom, milyen küldetések lesznek még, de... ma nagyjából meg vagyok. Jó, 71%, és hogy lesz ebből 100? Na jó, mindegy. Hol kell lemenni? Itt? Nem biztos, hogy itt jöttem fel. De lehet. Mi ez a piros izé? Valami fű. Metal detektoron miért van két lámpa ilyenkor? Vajon? Ja, hogy ott a cucc, arrafele. Hát kíváncsi vagyok. Meg ez a kamera mozgatás, hogy ez nem olyan, mint a SnowRunner-ben szerintem. Ne.
Nem. Nincs olyan jól kidolgozva. Tehát ahogy megy az autó, így mindig így bebólint a kamera. Még így most nem nyúlok hozzá az egérhez, látjátok? És így mászkál a kamera. De miért? Most hogy mentem el ez mellett? Úristen. Nem rossz. Vagy hogy jön az 1.9 PD? Milyen helyzet Huttinger János? De mi van itt bent, ami annyira meg kellene találnom? Vagy innen kellene területet felfedeznem? Irány Budapest reggel? Az jó hangzik. Gyuri bácsi, ötlet? Elvileg fel kell fedezni itt a területet. Nem tudom, melyik területen vagy. De hát még itt az elején. Aha, 98, 99. Add már be, ez az! Jó, sikerült. Tehát elvileg el kellett jönni drónnal idáig. Ja igen, hogy azt felfedezzék. Hogy felfedez. Hát, köszönöm. Jó. Ez a gyerekek, ez a kamera irányítás, ez borzalom. Nem tudom, nekem nem nagyon mozog. Nekem nagyon mozog. Ennyit csinálunk, hogy visszaveszünk az egérérzékenységből. Hát ez még mindig eléggé. Meló miatt kell menned Pestre, Huttinger János, vagy? Jó, és akkor head to head quarters. Melyiket kell ilyenkor választani? Folytatás, vagy vissza az ére? Hát, mit akarsz csinálni? Hát, ezt nem szeretném itt folytatni. Aha. Tone phased. Jó. Van már
Aha, na most fogjuk tudni megcsinálni a daredroppos küldit. Mert hogy azt mondja, hogy ez is scout kell. Jó. Akkor kérem a koktót. Addoljuk. Kérem a don't. Addoljuk. Kérem a... ezt is addoljuk, és kérek egy... mind legyen ez. Ezt nem fogjuk. Akkor ehhez elvisszük magunkkal ezt a csókát. Őt. És őt. Na, és akkor itt teljesen fel van töltve. Na, tehát full létszámon indulunk a felfedezni valóhoz. Ja. Gyakorlatilag annyit ír, hogy kulturál. Szia, Szirik! Koktó van. Mi a helyzet? Action. Jó, többit azt ott hagyom, most teljesen felesleges bármit is csinálni. Lámpát felkapcsoljuk, megyünk tovább. Egész komoly kis bázis ez amúgy. Ugye amúgy van benne potenciál, csak nem tudom nagyon, hogy mit kell csinálni, és igazából itt ezzel van a probléma, hogy nagyon sok esetben, ahogy Gyuri bácsi is mondta, szivat a helyzet. Hogy felmész, visszajössz, felmész ugyanoda. Egyébként azt azért elárulom, hogy a specialistáknak vannak, mint látjátok, különböző képességeik. Igen. Mindegyiknek más. Mindegyiknek más. Viszont ezek a képességek ugye hát összeadódnak. Tehát például outposton van plusz 100 liter üzemanyag, plusz 200 gyógyító cucc, tehát hogy mi az alkatrész. 150 méter partial scout, tehát hogy eleve 150 méteres körzetbe fel van minden fedezve. Nem? Vagy binokulára még 150 méterre ellátok? Ellát, igen. Ellát, az lehet, jó. Illetve binokuláris drónnal uphill and downhill, hogy jelöli a különböző helyeket, ahol lehet mászni. Mert ugye nem lehet mindenhol ezt megcsinálni. Aztán a menedzsernek plusz 50% selling price van, tehát mikor eladsz dolgokat, akkor plusz 50%-kal többet kapsz. Engine, ugye nem kapunk a víz alatt sebzést, tehát nem romlik el a motor, illetve ha nézzük binokulárral vagy drónnal, akkor az átkelőket megmutatja. Tehát ezek a dolgok. Meg ugye egy-egy expedícióban nem annyi van, hogy csak csináljuk meg a fő cuccot, és akkor hello. Tehát, hogy azért itt még össze lehet szeregetni a cuccokat. Meg ugye tudjuk, hogy például ez itt van. Ott lehet mászni, tehát hogy itt is volt ugye egy mászási lehetőség. Szóval igazából ugyanazon a mapon így több küldi, az
az így kiegészíti egymást. Lehet, hogyha innen kilútoltam volna az airdropot az előbb, és mondjuk kétszer mászkálunk és eladom, akkor több pénzünk lenne, és ugye ebbe a küldibe ugyanúgy ott van az airdrop. Azt mondjuk nem tudom, hogy kiürül-e. Ott van 2 perc volt. Na és akkor nézzük meg. Nem. Tab. Aha, látjátok? Egy átkelő. Ott egy mászóka. Van különbség a... ha így bezoomolok a között, hogy mennyit fedez fel? Tehát valamire így rá kell közelíteni ahhoz, hogy alaposabban felfedezze? Hát én maximum így kiszoktam nyitni. Aha. Jó. Na, nézzük. Ja, látjátok, ott már mély lenne a víz. Például ott. Helyzet változatlan. Hát, akkor mindig beteg vagy, Szirik? Vagy azért annál már jobb a helyzet? Jó, ez nem jó. Inkább belemegyek a vízbe. Láttátok, hogy elkezdett borulni megint? Ezzel a felfüggesztéssel óvatosan. Van egy ilyen szkenner. A B-vel van egy ilyen mini játék, és akkor el kell úgymond találni adott területen a... nézzét. Megyek majd Emery-re. Hát jobbulást. Derüljön ki mi hamarabb. Interest Totem. Na, nézzük meg azt a totemet. Jó. Átkelem. Ah, itt magasabban vagyunk, és itt már sokkal több mindent lát maga körül a kamera is, vagy a kereső távcső. És azért binokulár, mert 2 darab lencse van benne. Ugye, Gyuri bácsi? Hoppa. Valószínű. Tűnt itt a víz. Hoppa! Hova lett a fa? Na, Ácsi. Hova lett a fa? Az előbb ott volt keresztbe eldőlve egy fa, hogy ne tudja ki táp menni. Most nincs ott.
De ilyenkor jó a specialista. Az első hét autót nem lehet kiszedni. Nem, most csak dekoráció. Sajnos. És te is a Kárpátokba kezdtél, vagy? Nem, én ahogy is, ez mindjárt az első pálya. Aha. Én kiviszem mindet végig. Te szépen sorba. Aha. Nyomjuk, ezek a Szent János bogarak jól néznek ki. Meg amúgy tényleg jót tett a játéknak, hogy levették azt a fátyolos ködöt, ami ugye a SnowRunnerben mindig benne van. Nagyon ritkán van tiszta idő. Nem, egy ilyen fátyolos derengés az, az mindig van a játékban. Itt meg ugye elengedték. Van rajta egy komolyabb elsimítás. Á, nézzétek csak. Itt a totem. Itt van valami ősi pofa. Én az előbb egy dinoszaurusz csontvázat szedtem össze. Na, van a játékban dinoszaurusz csontváz. Meg. Ennyi? Complete? Igen, itt recognize at least my point on the map. Ha. Az volt a bónusz küldi. Jó. Ennyi. Ennyi. Ancient Fire. Hát túl izgi játék. Ez hát... innen kezdünk. Látjátok, több ilyen bázispont van gyakorlatilag. Tehát ugye kezdtünk már innen. Ott ugye... ezt megnézegettük, meg eljöttünk, nem jöttünk el ide. Itt is van valami. Itt is van valami. Meg... itt van valami treasure. Hát... Kautól kell megint jönni, akkor hozzuk a koktót. Nyitottunk-e ki hozzá valamit? Egyébként az ilyen lift kit, de mivel lehet liftelni? Amúgy. Emelni meg, süllyeszteni vajon. Igen, ő egy új operátor. Hát most ugye itt gondolom a küldetésről küldetésre az operátorokat fogja bemutatni.
200 méter range plusz a drónnal, az mondjuk komoly. 20 méteres magasság és 50 méter a Partial Scout. Ez a kereső képesség? Vajon? És Mark Airdrops, tehát hogy a... Jó. To deploy. Meglátjuk. Na, szépen. Elindulunk akkor abba az irányba. Hál' Istennek most az idő szép. Itt pedig van egy task pluszba. Sinkhole. És akkor ezt még ilyen melléküldiként meg lehet találni, és most elvisz abba az irányba, hogy keressük meg a kocsiját. Keressük meg a kocsiját, nézzük meg, milyen a húzavona ebbe a játékba. Mennyivel lett rosszabb vagy jobb? Na, a fizika egy nagyon kicsit másabb. Az biztos. Itt azt mondta, hogy 200 méter, vagy 200 méterrel jobbak vagyunk. Én csak már innentől bad szignál van. Aha. Állapt az előbb, hogy show task. Fel lehet venni taskot drónnal, ezek szerint. Így van, Gyuri bácsi? Lehet. Nekem most itt engedte, hogy megnyissam, tehát mintha rajta állnék, tudod, és akkor állnék, igen. Mutasd meg a taskot. Na, hát ez egy érdekes dolog. Hát jó ez a drónozás. Igen, ez jó. Mondom. Összességében neked így, most így ennyi óra után mi a véleményed így a... Van hát ennek a játéknak jövője, vagy... Van. De aki nem szereti a sziklát követ, az első pályára nem menjen. Aha, igen. Itt nincs más. Hát igen. Ha meg véletlenül iszap vagy sár, és ne adj úristen megállsz, akkor azt veszed észre, hogy elsüllyedt az autónak a fele. Aha. Hogy lehet a felfüggesztést vajon leengedni? Ez nem állítható, csak ennyi, hogy emelt felfüggesztést tettem alá. Ja. Van amelyiket lehet. De akkor ez nem olyan, azt hittem, hogy ez olyan. Gödörben nem sok mindent látok. Ez
miért van itt még pluszba, amúgy? Itt is fel lehet venni ugyanazt a taskot? Valószínűleg. Ez lehet a titok nyitja. Nem borulsz fel? Ez jó volt. Nagyon tetszik, hogy van benne push, azaz kötél engedés. Az a SnowRunnerben nincsen, nem? Nincs ott. Ott húzás van csak. Igen. Nem igaz, hogy ennyi idő alatt még nem akart talpra állni ez a vacak. Na? Legalább a kisebb fákat ki lehet dönteni. Már amelyiket. Fújtassuk vissza a kereket, mert... És hol vagyunk? Itt vagyunk. Nekem nagyon nem ebbe az irányba kellett volna elindulni. Hanem... hátra. Úgy körbe. Akkor megfordulunk! Mi sem egyszerű bennél. Ezt így jól bebagoltattam. Hallod? Tolhatsz van jön utánam. Hát ki ez a profi sofőr, aki ott ül a volánnál? Értitek? Tolhatsz van jön utánam. Na azért, ilyet a SnowRunnerben nem lehet megállni. Én mindig így vontattam autót, tolhatsz van. SnowRunnerben. Mert igen? Így nem sérült. Hát mert a vontatott jármű nem sérült. Jó, de előre volt beakasztva a vincspont. Most fordult meg a
jármű. Szia Leo, hello, hello. Az már. Hát igen. Hát olyat láttunk persze, hogy a fenekébe van beakasztva, és akkor izé van. Új specialista feloldva. Nagyon hálás. Na. Gyorsan benyünk, tankolunk. Mert az fontos, szerintem. Drain. Úgy. Javítani kell-e? Kell, bizony. A gumit nem lehet javítani? De. És akkor miért nem engedi? Hát már nincs, lehet, hogy nincs nálad gumi. Ja, de hogy a gumit külön, tehát ezek a partok, és a gumi az külön van. Külön. Jó. Uh-huh. Hát, amúgy van nálam egy gumi elvileg. De oké. Okay. Mi az a Google Maps a kocsi tetején? Ez pontosan az, ez ilyen fémdetektor. De, Leo, figyelj! Van benne drón! Oda néz! Nem csodás? Víz van a közelben, víz van a közelben, azaz. Elvileg 280 méter a megtehető távolság vele. Mária, vajon be tudok ide jönni, és akkor... Lezuhantunk. Halló? Kifagyott. Gyümölcs, neked fagyott már a játék? Nem. Jó. Összegezzünk? Vagy szenvedjek még vele egy kicsit. Erre a játékra visszatérünk egy jó fél év múlva, és figyelemmel fogom kísérni, majd megkérdezem Gyuri bácsit, hogy milyen jellegű frissítések érkeztek a játékba, úgyhogy Gyuri bácsi, mindenképpen várom ezzel kapcsolatosan tőled az infókat, jó? Írjál rám nyugodtan, vagy így feljössz, csacsogunk egy kicsit, és akkor megbeszéljük, hogy valamikor visszanézünk erre a játékra, mert ezt így promotálni nem lehet. Tehát jelen állapotában a játék az nem hogy hibás, hanem ilyen gyerekbetegségei vannak, amiket csak azért nem igazán tudok hova tenni, mert 4 évvel ezelőtt a SnowRunner című játék már az is többedik alkalommal ugye megjelent. Hopp, nincs benne, tehát multiplayer, amit amúgy promóznak, hogy fedezd fel a barátaiddal a világot. Nem lehet benne csinálni. Jó, engedjük el. SnowRunnernél akkor se volt ugye először ilyen. De a többit azt így nem tudom hova tenni. Szia Gyula, hello, hello.
Igazából ez az év vége, volt már itt egy előző etap, csak elment az áram valamitől, úgyhogy valószínű, hogy itt a városban volt valami probléma, mert a fő firelink volt lecsapódva. Mi volt ez a játék? A linkre kattintva, ami már gondolom közben eltűnt. Ja, az már eltűnt. Egy pillanat türelmet, visszahozom nektek a linket. Meg lehet nézni. Ha rákattintotok, lehet, hogy ez nekem segít. Maradjunk ennyiben. Pillanat. Keresem a linkemet. De egyébként ez a SnowRunner készítőjének új játéka, ami ezt így, hogyha megnyitjátok, akkor ezt megköszönöm. Szóval a SnowRunner készítőjének az új játéka, ez a Expeditions, a MudRunner game. Fizika jobb lett. Set kategóri? Miért? Kategória sem? A kategória az jó volt. Sokkal erősebb a fizikája, mint a... Igen, tehát igen, akkor Gyuri bácsival itt közben megvitatjuk a játék konklúzióját, szóval jobban néz ki a játék, vannak benne örvendetes és megsüvegelendő újítások, úgy, mint a keréknyomás állítás, úgy, mint akár a vincsnek az engedhetősége, hiszen az is nagyon fontos, hogy ugye egy vincset nem mindig csak húzni lehet SnowRunnerbe, ezt nagyon elszúrták, hogy amikor már nagyon közel húztad magadhoz, akkor el kellett engedni a járművet, előrébb menni, ha meg tudtál állni, és újra vincselni. Most megvan egy push gomb rajta, és akkor enged távolságot. Ez a játszhatóság szempontjából, meg úgy minden szempontból tök jó. A másik probléma, hogy amikor lenyomod ezt mondjuk nem én most ugye nem nagyon mutattam be, amikor a diffizárat benyomod, és ugye a bal shiftet mikor lenyomod, akkor az gyakorlatilag a kupla. És a love gearből ki akarod venni rükibe, akkor a diffizárat kikapcsolja. Holott ő rükibe is lehet diffizárat kapcsolni. Tehát amint automatába ér a váltó, kilöki a diffizárat. Csak azért rossz, mert amikor egy kicsit hátrébb mennél, majd újra előre, akkor a diffizárat folyamatosan kibe kell kapcsolgatni, ami, hát nem tudom, biztos, hogy idegesítő, úgyhogy az nagyon rossz. A talpra állító mechanikát azt egyszerűen nem tudom hova tenni. A vincselő pontot sajnos nem néztük meg, de hát lehet, hogy én ezek után egyenlőre most félretenném a játékot így streamügyileg, mert ez így botrány. Ez így botrány. Tehát a SnowRunner az alapjátéka szerintem több érdekességet és izgalmat tartogat, mert ott van progression, tehát hogy egymásra épülő feladatok vannak, hogy egyre könnyebb és könnyebb dolgod legyen. Ugye ott van egy sztori, hogy ugye katasztrófa sújtotta övezet, valami nagy esőzés volt, nem tudom, akármi vihar, és átrendezte egy kicsit a terepet. Gyakorlatilag mindenhol ez van, és akkor ott a helyieknek kell segíteni. Itt meg gyakorlatilag annyi, hogy kitesznek, és akkor fedezd fel, vannak különböző ilyen felfedezni való küldetések, tehát ez egy Dóra szimulátor gyakorlatilag. A pálya az tök jó benne, a fizika jobb lett, keréknyomás állítás nagyon jó, a vincselés nagyon jó, hogy lehet engedni. Gondolom ez a vincselő pont is tök jó, bár azt hallottam, hogy ezt meg nem lehet kihúzni. Úgy kicsapod ide a linkeret. Szia, Glumrin, amúgy. Szóval ezek nagyon jó dolgok, de például ez a
talpraállító mechanika, hogy ne kelljen segítséget kérned, és akkor van egy ilyen sanszod, az a zöld izé, azt nem tudom hova tenni. Szia, Maci, amúgy. Ja. Ja, és ki is fagyott a legvégén. Eltávolodtunk a drónnal 260 méterre, amikor is gyakorlatilag leszálltunk egy pontra, és megnyomtam az escape-et. Hogy kilépjen a drónból. Gyuri bácsi, van valami hozzáfűzni valód így? Nincs. Ja, most én is szívok. Ja. Mondjuk a kocsik azok elég erősek. Igen, tehát azok. Alapban is, amelyik megvan. Igen, igen, azok úgy kellően jók. Meg egész jó volt a terep képessége, bár most itt egy egész durva autóval mentünk, de hogy egyébként tök jó. Meg mondom, tök jó az, hogy engedsz a gumiból, és már nem pattogós a jármű. Tehát viszont, hogyha abban a pillanatban gyorsan mész, lyukad a gumi. De hát ez ugye a valóságban is így van. 70 euróért ez azért elég tré. 70 euró a legnagyobb csomag, az ugye a Season Pass-t is tartalmazza, illetve egy ilyen Pioneer pakkot, amiben van 3 autó, meg 2 skin. Ha engem kérdeztek, az a plusz 10 euró, az nem éri meg. A játék alapvetően 40 euró, de most se éri meg. Tehát nem. 20-at. 20-at. Igen, 20-at, így van, és 40 a season pass, hogy akkor egy évig, mert 4 season-t terveznek, nem, year pass, bocsánat, tehát az első éves year pass, az 4 frissítést ígér. Pont 25 max, amit ér, igen. Most gondoljátok bele, a SnowRunner 30 euró. Akkor ez nem egy 4-es game? Nem. Ez nem. Ja. Lehet, hogy fogunk még neki esélyt adni mostanában. Fogok vele játszani, így off-stream. Akkor nem kell magam visszafogni a káromkodásba. De amit itt tényleg így hallottam, olvastam, láttam, mesélték így egy nap alatt, mert egyébként ez ilyen egynapos történet, aki játszott a SnowRunnerrel, és szereti a felfedezést, annak szórakoztató lehet, mint ahogy ugye hallhattuk, hogy Gyuri bácsi is egészen el van vele, de Gyuri bácsi a SnowRunnert azt oda-vissza kijátszotta 2-szer. Vagy 3-szor, nem tudom. Egyszer-kétszer-háromszor sokszor. Igen. Tehát neked így profilba illő, de ugye azért te elég türelmes vagy ezzel a kapcsolatban. Ennyi bugot kapok olcsóbban is máshol. Igen, tehát a bugok, a gumifa az nagyon tetszett. Az zseniális. Na most a SnowRunnerben sem működött jól, mert hogyha ott volt egy fa, akkor ez így pukkant egyet, és így leesett a semmivé vált. De nem volt gumiból. Kivétel a kis fenyőfák, mert a nagy döggel neki mentél, akkor is így paing, visszalökött. Tehát a kicsi fenyőfa, az gumiból volt, az biztos. Na de hogy tényleg, tehát srácok, egy kikorhat, szétszáradt, kidőlt fa a sivatagos pályán, az így hajlik. Ezt nem tudom, ki programozta, vagy miért programozta így, de ez nagyon vacak. Nem akarom bántani a játékot, de ekkora siker, mert azért a SnowRunner egy sikeresnek mondható játék, nagyon nagy
játékos bázissal van, szerintem ahhoz képest, mert Isten igazából jó offroados játék nincsen. Tehát a Dakar jött ki ugye nem olyan régen, de azt inkább hagyjuk. Az ilyen sivatagos versenyautózós árkád valami. Ja, orosz járművek nincsenek benne, ugye érthető módon a jelen helyzetre való tekintettel. Azok nem kerültek bele. Gyakorlatilag csak scoutok vannak, főleg. Tehát így szállítani nem nagyon kell benne semmit. Mert legalább lenne az, hogy találsz egy ásatát. Jó, ideig megvan. Vidd oda a kutatóbázisnak az elemeit teherautóval, hogy fel tudják állítani a közeli bázist, hogy ne kelljen átmászkálni, és akkor ott felverni a sátrakat, vagy valami. Ilyen van benne, Gyuri bácsi? Nem találkoztam még így. Na. Értitek. Az első mappon vagyok. Jó, csak te dínó csontvás, stb. Tehát sokkal hihetőbb lenne, hogyha ilyen jellegű feladatok lennének, nem az, hogy itt van a tábor, oda menjél, azt lesz ott valami. Ez nekem nem szórakoztató. Szerintem ez nem szórakoztató. Úgyhogy a SnowRunner után ez egy csalódás, semmiképp nem folytatás, ez egy másik út, amin szerintem, hát nem tudom, hogy ezt most komolyan gondolták-e. Beszélgettünk délután a többiekkel, mert nekem már ez a véleményem megvolt, de most így élőben megtapasztalva, hát rendesen felbosszantott egyébként, főleg ez a kifagyás, tehát azért nem vagyok hajlandó vele tovább játszani. Pedig amúgy szórakoztató, de most ez így, ez már így sok volt. Tehát ideig óráig el lehet vele lenni, nem hinném, hogy én ezzel mondjuk 20 óránál tovább játszanék, és az érdekes és szórakoztató lenne. És tudjátok, a SnowRunner esetében az van, hogy leülünk, és akkor egy küldi, két küldi, na mert ezt még meg kéne csinálni, hopp, eltett 6 óra. De nem éreztem ezt. Nem éreztem változik ezt. Ez is, hogy ha majd meg lesz esetleg a kópos része. Uh-huh. Lehet. Ugye konvojba megy az ember. Uh-huh. Lehet, hogy más lesz. Lehet. Gyuri bácsi, akkor tegyünk egy ígéretet. Ha lesz benne kóp, akkor megyünk együtt, és megnézzük újra. Hát addig, izé. Úgyhogy legkésőbb streamben újra majd Gyuri bácsi, hogyha bejön a kóp mód. Ezt meg tudom nektek ígérni. Egyébként az én véleményem tényleg, amíg beszéltünk délután, az kellett volna csinálniuk, hogy kellett volna egy nagy major update a SnowRunnerhöz. Behozni ezeket a feature-öket, mert az az alapjátékban is egy tök jó dolog lett volna, hogyha le tudom engedni a guminyomást, hogyha a vincset fel tudom tenni, esetleg vincselő pontokat, cuccokat, de szerintem azt lehetett volna lokációra korlátozni, de hogy így össze lehetett volna a kettőt mosni. Kiadni egy DLC-t, Expeditions DLC. És akkor ezeket a mapokat és ezeket a küldetéseket beadni. De hogy az alap SnowRunnert, hogyha ezekkel a plusz és jól működő cuccokkal feldobták volna, szerintem sokkal nagyobbat szakítanak. Nekem ez a véleményem. Ha valaki még nem játszott a SnowRunnerrel, annak érdekes lehet, meg egy jó kis bevezetés, hogy van ilyen terepes játék. Ha valaki csak a felfedezésre vágyik, annak is érdekes lehet, mert ugye a SnowRunnerbe szállítsd ide, csináld azt, tehát hogyha valaki ott csak a különböző pályáknak a nehézségeit akarja leküzdeni, és megmászni a legmagasabb csúcsot, meg felfedezgetni mindent, meg összeszedni a mindenféle upgrade pakkot, akkor ugye az hamar kifullad. Itt
nem tudom, hogy mennyi idő, mennyi óra van a játékban így tartalmilag. Biztos, hogy sok mellékküldetéssel azért lehet ebbe is időt ölni. Hát itt a tájak nagyon szépek. Igen. Tehát a grafikai kidolgozás... Igen, tehát a grafikájában nem tudok vitatkozni, az biztos. Levették a SnowRunnerből ezt a furcsa ilyen homályos akármicsodát. Tehát igen, Szirik, az valószínű, hogy az rossz volt az a paradicsom. Ja. Ja. Na. Szerintem ez így remek konklúzió volt. Ettől függetlenül én örülök neki, hogy megnéztük, legalább nem kácsingózok annyira utána, mert megmondom őszintén, piszkálta a fantáziámat, hogy ez vajon milyen lehet, de féltem tőle, hogy kevés lesz benne a tartalom. Mármint nem mennyiségileg, úgy komplexitásilag, vagy nem tudom, én inger szegénynek érzem ezt az egészet. Tehát tök jót felfedezni, meg menni ide-oda, meg kilódni ott az erdőbe, meg a sivatagba, meg a sziklákon. Ja, de így, ennyi. Ennyi. Ez a kitesznek a pályára, azt fedezd fel 50 euróról. Nagyjából. Nagyjából ezt érzem. De ne írjuk le, végleg, hiszen láttunk már játékkészítőktől olyan dolgot, hogy képesek arra, hogy megváltoztassák, kijavítsák a hibákat, ugye ezeket a bugokat, hogyha javítják ezt a stabilitási problémát, illetve másnál egyéb furcsa dolgokat csinál, tehát ha megnyomta valaki a szkennelést, akkor így megfagyott a játéknek egy pillanatra. Tudjuk miért. Nekem ilyet nem csinált, nekem kifagyott helyette. Igen. Ilyenkor zöldséget nehéz venni, srácok. Tél van. De már fóliásokban biztos, hogy már alakulnak a dolgok. Ja. Legközelebb, ami nem LTS2 lesz, az egy vadászós játék, és egy héten belül várható. Arra is kértem egy droppot, és lehet, hogy tudok nektek egy kulcsot sorsolni belőle. Ez a Call of the Wild, The Hunter című játék. Volt már ingyen, de mindegy, gondoltam, nézzük meg. Hát, ha került bele valami újdonság, meg ugye azzal még amúgy soha nem játszottunk, úgyhogy egy olyan stream az lehet, hogy lesz. Egy héten belül kellene megvalósuljon, még az is lehet, hogy a hétvégén megnézzük. Aztán ennyi. Gyuri bácsi, egy kicsit lenémítom magam, köszönöm szépen, hogy bejöttél. Aztán akkor jó, még egy kicsit... El is búcsúzok tőled, mert akkor... Ja, jó, oké. Okay. Nem beszélgetni akartam még erről, hogy esetleg... Ja, jó, persze, úgyhogy, semmi gond. Jó, akkor némítom. Jövök. Jó, mindjárt jövök, úgyhogy köszönöm szépen, hogy azért bejöttél. Na... És akkor, igen, a vadászós. Úgyhogy a vadászós meg fogjuk nézni. Most new szezon lesz. Nem kacsa szezon. Jó, és akkor hát így péntekre való tekintettel átmegyünk Kozakához, és bulizunk egyet. Már nagyon nyomja. Már nagyon nyomja Kozaka, úgyhogy belehallgatunk Kozakának a zenéjébe. Jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire sokan itt voltatok, és hát megnéztük együtt ezt a játékot. Nagyon sajnálom, hogy ilyen lett a vége. Szerettem volna egy kicsit pozitívabb dolgokkal is még a véleményemet összegezni, de hát adott lehetőséget rá. Úgyhogy nem tudom, megnézzük még, jó? Megnézzük még. De bízom benne, hogy fognak vele valamit kezdeni. Ötlet jó, csak kevés. 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 Kevés és hibás. Úgyhogy további szép estét kívánok mindenkinek, és akkor legkésőbb jövő hét szerdán folytatjuk RTS2-vel. Ne feledjétek, fekete Discord, illetve
Jövő héten, szerdán egy nagyon klassz konvojjal készülünk nektek. Lesz egy kis koncepciója, és azon Meta nagyon sokat dolgozik, de szerintem nagyot fog szólni. Ilyet nem hiszem, hogy láttatok máshol. Biztos, hogy megint ilyen egyedi dolog. Abban azért elég jók vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor lehet, hogy hétvégén még találkozunk. Legyetek jók, mindenkinek csodás hétvégét, és szerdán akkor legkésőbb. Viszak át. Ja, és azt elfelejtettem még mondani, hogy Discordra tényleg érdemes feljönni, mert hogy a makettezést készítem előfele, megrendelem majd a festéket, és amint megjön, újra nekiesünk a makettnek, aki kíváncsi arra, az ott tud majd információt kapni, hogy mikor folytatjuk.